It is a big idea. A new world order. Azt mondják, hogy ha valaki nem akar megérteni valamit, akkor azzal egyszerűen nem lehet megértetni azt, és én ezzel egyetértek teljes mértékben. Mikor azt kérdezik tőlem, hogy hogyan segítsek ennek, vagy hogyan ébreszem fel azt az embert, vagy mit csináljak a családommal, vagy a barátaimmal, rájuk ugyanezek a szabályok vonatkoznak sajnos. Azt nem lehet felébreszteni, aki aludni szeretne. helyzet az, hogy a legtöbb ember, akit ismerünk, Nagyszerűen el van az álomvilágban, annak ellenére, hogy különböző problémákkal küzdködik, és állandóan arról beszél, hogy változtatnia kéne valamit. Egy dolog az, hogy ha az ember változtatni szeretne, de ahhoz az akaráshoz és ahhoz a vágyhoz csatlakoznia kell egyfajta elszántságnak, eltökéltségnek és cselekedetnek. Ebben a videóban egy nagyszerű példát fogok arra mutatni, hogy hogyan működik az álomvilág, és talán arra is, hogy miért vannak ennyien, akik nem szeretnének felébredni ebből. Mindenek előtt hagy mutassak be egy részletet az 1992-es Batman visszatér című filmből. Csak azért, mert amit a Pingvin mond, az szerintem tökéletesen leírja azt, ami a világban történik. Nem véletlen, hiszen a Pingvin a tökéletes, megtestesítője az átlag politikusnak, hiszen Pingvin egy politikus tulajdonképpen a filmben. De akkor nézzük is ezt a részletet. Nyilván felmerül a kérdés, hogy vajon miért is néztük meg ezt a részletet. Az érdekes igazából az, amit Oswald Cobblepot mond. Ez természetesen a pingvinnek az eredeti neve. Eredeti úgy, mint a filmben, eredeti neve. Ha valakit érdekel, akkor részletesen utána nézhet az interneten. Annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy a pingvin maga Oswald Chesterfield Cobblepot. Ő az egyik fő gonosz a Batman sorozatban, úgy, mint a DC képregény sorozatban. Hasonlóan a Jokerhez Pingvinnek nincsen igazából szuper képessége fizikálisan, nem feltétlenül, sőt egyáltalán nem képes felvenni a versenyt Betmenne. -nál. Pingvin elsősorban a diplomácia útján éri el a céljait, legfontosabb eszköze azonban egyértelműen az emberek manipulálása és a különböző politikai manőverezés. Csalás, a hazugság és a megtévesztés. Mint mindig ezúttal is sokkal több van ezekben a karakterekben, mint ami először az ember szemét megüti Oswald, egy angol szász eredetű férfi név. Egy összetett szó, Oz, illetve Weld. Oz, mint Isten, Weld, pedig mint hatalom, vagy erő, vagy uralkodó. Ozvad jelentése, tehát az uralkodó Isten, vagy Isten hatalma, vagy Isten az uralkodó. Középső neve Chesterfield, amelyből Chester egy toldalék, vagy egy összetett szavak képzéséhez használatos kifejezés a Chester, Custer, vagy Cester szóba ami katonai támaszpontot, erődítményt vagy tábort jelent, és a román castrum kifejezésből származik. Field egy mező, vagy pedig egy terület. Családneve Cobblepot, melyből a cobble az egy ige, úgy, mint hogy megcsinálni valamit, megjavítani, vagy összerakni, de egyébként, ha valamit csak összetoldoznak, foldoznak, vagy gyorsan összedobják, azt is így fejezik ki angolul cobble. Főnépként pedig ezeket az ez apró kis köveket jelenti, pontosan azért, ahogyan ezek is össze vannak rakva, szemlátomás csak össze vannak haingálva, ahogyan az ember gyorsan megcsinál valamit, vagy összerak, összefoltoz valamit. A pot pedig nem más, mint egy edény, amelyik henger alakú. Oswald Chesterfield Cobblepot nevet át, igen, érdekes választás. Jelentése pedig az erős Isten, illetve Isten ereje, vagy hatalmassága, és ennek harci erődítménye és vára, mely nagy sietséggel lett összetoldozva foldozva. Aki türelmesen eljutott idáig, annak elárulom azt, hogy a véleményem szerint ez az, ami történik ma a politikában. A jelenetben egyébként azt mondta Batmannek a pingvin, hogy el kell ismerned, hogy úgy játszom ezzel a tetves várossal, mint ördög a templomi orgonán. Nagyszerűen összefoglalván ezzel az ő tevékenységét és gyakorlatilag a saját céljait is. Itt látható az idézet egyébként a filmből. Az eredetiben ez az, ami elhangzik. A magyar szinkron úgy szól, hogy úgy játszom ezzel a tetves várossal, mint ördög a templomi orgonán. Amit azonban a pingvin valójában mond, az az, hogy el kell ismerned, hogy úgy játszom ezzel a büdös szó szerint várossal, mint egy pokoli hárfán. A hárfa mindenképpen egy érdekes választás, már csak azért is, mert ez olyan hangszer, ami szorosan kapcsolódik az írásokhoz. Egy példát hagyd erre, ez Samuel Aleph, vagy 1. Samuel 16-os fejezet, melyben a 23-as versben ezt olvashatjuk, és lőn, hogy amikor Elohimnek ruhája, vagy lelke Saulon vala, vette dawid a hárfát, és kezével pengeté, Saul pedig megkönnyebbüle, és jobban lőn, és a gonosz lélek eltávozik tőle. Nem véletlen tehát, hogy a film rendezője, illetve forgatókönyvírója a hárfát választotta, és arról beszél, hogy ez egy hárfa a pokolból, amin a pingvin játszik. Sőt, az egész város egy pokolbéli hárfához hasonlítja, amelyen ő maga játszik. Amennyiben Dávid képes volt játszani a hárfán, és elűzni ezeket a gonosz lelkeket Saultól, elképzelhetjük, hogy mi történik abban a városban, ami maga egy ilyen hárfa a pokolból, és a pingvin játszik rajta. Lehet, hogy ezután nem nehéz megérteni mindenkinek, hogy mi is az, amit szeretett volna mondani valójában a pingvén. Az egész világ egy ilyen pokoli hárfa, amin ezek az emberek játszanak. Ez nem elűzi ezeket a gonosz lelkeket, hanem magához vonza. A megtévesztés, a hazugság, a csalás, a rablás, a lopás, az emberek manipulálása, az igazság elferdítése mind oda vonza ezeket a gonosz lelkeket, az ellenséget úgy, ahogyan egy hárfa a pokolból tenné azt. Ez az, amit ezek az emberek csinálnak. Donald Trump csak egy eszköze ennek. Pingvin ezt testesítette meg a Batmanben. Gyakorlatilag elmondják, hogy mi az igazság ezekben a filmekben, nekünk csak oda kellene figyelni erre. Még a nevek jelentése is majd, hogy nem ugyanaz. Kétségen ne legyen senkinek afelől, hogy a politikusok nagy része pontosan ezt gondolja ma, a nyilvánosságról és a társadalomról. Az, ami a politikában történik, a kezdetektől fogva mindig is az emberek manipulálását szolgálta, hazugság, megtévesztés, csalás, átverés, lopás segítségével. Az, amit mi hallunk, ami az úgynevezett hivatalos álláspont, soha nem az igazság volt, ez mindig is hazugság volt, és egyfajta célt szolgált. Más szóval, propaganda. Ezután a kicsit hosszú bevezető után, aki még mindig itt van, annak elmondom, hogy hogyan is kapcsolódik ez ahhoz, amiről most szó lesz. Én a kezdetektől fogva ezt mondom, és az álláspontom nem változott. Donald Trump pontosan azt a funkciót tölti be, amiről Pingvin beszélt a Batman visszatér című filmben. Ő az iskola példája annak, hogy hogyan játszanak ezek az emberek a társadalommal, mint ahogy ördög játszik a templomi orgoná. Minden, amit ő csinál, az első betűtől az utolsóig mikor fel kell onnantól kezdve, amíg lefekszik, az egy koreografált előadás, melynek egyetlen célja az, hogy a társadalomban meghúzódó ellentéteket felkorbácsolja addig a szintig, amíg azok tarthatatlannál nem válnak. Donald Trump célja ez volt a kezdetektől fogva, mindig is ezzel lesz, így találták ki ezt a karaktert. De mielőtt belevágunk ebbe, még egy dolgot hagyd a nevekkel kapcsolatban, ez pedig a következő lesz. A Donald az egy tradicionális skót angol név. Megtudhatjuk azt, hogy a Donald névnek az őse az a Gal Damnal volt, amely a világ urát jelenti. Ez pedig egy kelta összetett szó, a Dumno, világ és a Val uralkodni. Trumpot valószínűleg mindenki ismeri, magyarul ezt úgy használjuk, hogy tromf. Különböző kártyajátékokban a tromf az a lap, melynek értéke minden más kártyalapénál magasabb, mely szó szerint üt. Minden más kártyalapot. Amit szeretnék, mint példát megemlíteni erre, az Donald Trump legutóbbi intézkedése, melynek során vészhelyzetet rendelte el az ország déli határán. Politikailag úgy tűnik, hogy célja az, hogy pénzt és erőforrásokat tudjon átcsoportosítani más céloktól, annak érdekében, hogy ezeket a problémákat, amik állítólag felmerültek a déli határon, megoldja, és végül fel tudja építeni azt a falat, amiről annyiszor hallottunk már. Bejelentésében arra hivatkozott, hogy ezen a határszakaszon keresztül drog, bűnözők, illetve különböző bandák érkeznek megállíthatatlanul az országba, és szükség van erre a falra annak érdekében, hogy ezt megállítsák. Mellesleg mindezt úgy, hogy a kongresszust megkerülve, de a törvény adta kereteken belül saját maga rendelte el. Ebből a falból láthatunk néhány részletet egyébként ezen a képen. Arra szerettem volna rámutatni ezzel a videóval, hogy pontosan tudják, hogy mi az, amit csinálnak. Őket nem érdekli az, hogy mit gondolnak az emberek erről, a republikánusok vagy a demokraták, a liberálisok vagy a konzervatívok, a CNN vagy a Fox News. Teljesen mindegy, ez ugyanannak az érmének a két oldala. Pontosan tudják, hogy hogyan és mit és mikor kell csinálni ahhoz vagy mondani, hogy a lehető legnagyszerűbb hatást elérjék a saját céljaik érdekében. Ne tévesszem meg senkit, ez már egy jelenet a The Colony című sorozatba, ahol szintén egy hatalmas falat építettek, ez egyébként Los Angeles, de nem csak Los Angelesben, hanem a különböző nagyobb régiók között. Erről már volt szó korábban az egyik videóban, illetve hát több videóban is. Amire ki akarok az az, hogy nem véletlen, hogy a film, illetve a sorozatok a valóságot mintázzák, utánozzák, és úgy tűnik, hogy ugyanaz történik, amit a sorozatokban már láthattunk. Ezek a falak egyébként nem arra a célra szolgálnak majd, hogy az embereket kint tartsák, ezt is megbeszéltük. Ezek a falak azt a célt szolgálják majd, hogy az embereket bent tartsák. Ha már a filmeknél tartunk, és annál, hogy abból megtudhatjuk a jövőt, akkor kíváncsi vagyok, hogy mit szól ehhez mindenki. A CBS csatornán 1957 és 59 között látható volt a Trackdown tévésorozat. A széria egyik 1958-as epizódjában, melynek címe A világ vége volt, megjelent egy különös karakter, akinek a neve Walter Trump volt, és azzal fenyegette a városka lakóit, hogy amennyiben nem építenek egy falat a város köré, el fognak pusztulni a közelgő világ végében. Az epizód végére ezt a karaktert Walter Trumpot letartóztatták, megtévesztésért és csalásért. Egészen véletlenül 2016-ban a választásokon Donald Trump azzal az ígérettel jelent meg, hogy ő egy határfalat fog építeni az amerikai egyesült államok déli határvonalán, ugyanis ez az egyetlen megoldás, hogy az országot biztonságban tartsa. I bring you a message. A message of great importance. A message I alone was able to read in the fires of the universe. The world will come to a flaming end at midnight tonight. Without my help and knowledge, every one of you will be dead. Got a kind of name? Tom, Tom. How about it fits? Planning to remain in town for long? understand I have until midnight. And you heard. I heard. your name Trump. Trump. Azért mondom, hogy a valóságunk az tulajdonképpen a képzelet szüleménye, mert ez így van. Csak gondoljon bele mindenki, hogy a Variety.com például arról számol be, hogy egy 1950-es Westen megjósolta egy Trump nevű képzeletbeli csaló segítségével azt a határfalat, amelyel Trump fenyegetőzik. És itt láthatjuk is a részletet ebből a filmből. Azután később részletezik itt ezt a történetet. Úgyhogy amikor azt mondom, hogy a világ egy színház, és ez az egész a képzelet szüleménye, akkor én azt a tényekre alapozom. Persze mindenkinek el kell döntenie magában ettől függetlenül, hogy ő melyik úton fog tovább járni. A The New York Times azt írja, hogy 16 államban már perrel fenyegetőznek annak érdekében, hogy megállítsák Donald Trumpot abban, hogy ezt az úgynevezett szükségállapotot felhasználja arra, hogy megépítse ezt a falat, amiről már nagyon régóta beszél. Ezért mutattam meg ezt a jelenetet a filmből, mert azt szerettem volna, ha mindenki megérti, hogy pontosan az történik, amit mondott a pingvin Batmannek. Úgy játszom ezzel a tetves várossal, mint ördög a templomi orgonán. Tisztában vagyok azzal, hogy a legtöbb ember nem fogja ezt az egészet megérteni, de a lényeg az, hogy Donald Trump felhasználja az ő elnöki hatalmát arra, hogy gyakorlatilag azt az ígéretét, hogy egy falat fog építeni a déli határvonalon, gyorsabban meg tudja valósítani. Ez az, amit elmond ebben a sajtótájékoztatóban. A New York Times szerint ez egyébként különböző alkotmányjogi problémákat is felvette. A lényeg az, hogy minden intézkedést, amelyet ő eddig meghozott, meg lehetett volna hozni így is, úgy is, meg amúgy is. Azért választották őt, mert maga a modora, a habitusa, ez a karakter, ahogyan ő viselkedik, eleve megosztja az embereket. Ha hozzáveszik az ő történetét, illetve a családjának a történetét, akkor meg még inkább egy olyan karakterre volt szükség, akit az emberek alapból vagy utálnak, vagy kedvelnek. A társadalom megosztása a cél. Az a lényeg, hogy ők úgy játszanak ezzel a tetves világgal, ahogyan az ördög a templomi orgonál. Ugyanazok a hírek jelennek még világszerte mindenhol, ez például a theguardian.com, ami természetesen a napilap Nagy-Britanniában erről a történetről számol be, ráadásul ugyanúgy, pontosan ugyanazzal a céllal, hogy megosszák a közvéleményt. De megmutatom, hogy még Magyarországon is erről van szó mindenhol, ez például az index.hu, ahol arról számolnak be, hogy Trump szükségállapotot hirdet, hogy megépíthesse a határfalat. Ez az a pillanat, ez Twitter egyébként, ahol nemzeti szükségállapotot hirdet. A határfa miatt egyébként már egy korábbi vita következtében 35 napra leállt a kormányzat, 800 ezer szövetségi alkalmazott érintett ez a leállás. 5,7 millió dollárt szeretne Donald Trump erre a falra költeni egyébként. De szerinte katonákkal is megépíthetnék ezt a falat, és akkor akár 8 milliárd dollárt is felhasználhatnának. Ez 444.hu rendkívüli állapotot hirdet Trump, hogy megépíthesse a falat a mexikói határon. Ez pedig már portfolio.hu, arról írnak, hogy szükségállapotot vezet be Trump. Népszava rendkívüli állapot 16 tagállam pert indított a Trump kormányzat ellen. Világos, hogy mi az, amiről beszélek? Úgy játszanak a világgal, ahogy a ördög a templomi orgonál. Azt hinni az ember, hogy ó, oh, ennek nincs semmi jelentősége, csak véletlen egybeesés az összes hírrel, így van. Egy maréknyi cég irányítja azt, hogy ki milyen hírt olvas, kézben tartva gyakorlatilag az egész közvéleményt. Alakítva, formálva és manipulálva azt hogy szépen lassan vezessék a társadalmat afelé a cél felé, amit azok, akik uralják és irányítják ezt a világot, az ellenség vezetésével meghatároztak már évszázadokkal ezelőtt. Ahogy mondtam, a cél az, hogy minél több embert egymás ellen fordítsanak. Különböző csoportokat generálnak, és azokat azután egymás ellen fordítják. Az emberek pedig boldogan vonulnak az utcára, hogy tüntessenek Donald Trump, a fal, a háborúk, vagy akármi ellen. Teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy tüntessenek, lázadjanak, mert ez az, amit az elméjükbe programoztak az elmúlt évtizedek során. Elmondtam már ezerszer, de lehet, hogy el fogom mondani még ezerszer. Azok, akik uralják és irányítják ezt a világot, azt akarják, hogy az emberek az utcára menjenek, azt akarják, hogy lázadozzanak. Ők akarják, hogy tudjuk ezeket az úgynevezett igazságokat. Ők egy forradalmat szeretnének. Ők meg akarják dönteni ezt a jelenlegi világrendet, és fel fogják használni az ostoba tudatlan tömegeket erre. Azért, mert úgy játszanak ezzel a világgal, ahogyan ördög a templomi orgoná. Nem kell többé rejtőzködniük, nem kell többé izgulniuk, vagy titokban tartani ezt az egészet, hiszen a legtöbb ember úgy sem tudja felfogni még akkor sem, hogyha esetleg érdekelni. Így a fal, úgy a fal támadást indítunk itt, gáztámadás ott, teljesen mindegy. Ez az egész egy koreográfia része, az egész világ egy nagy színház. Minden, amit közvéleménynek hívunk, vagy hír, azzal a céllal jelenik meg, és csak és kizárólag azért mutatják meg nekünk, hogy manipuláljanak minket, és valamire rávegyenek, ami az ő céljaikat szolgálja. Értse meg mindenki, hogyha ki akar kerülni ebből az egészből a jó oldalon, hogy a tömegek mindig tévednek. Az átlag, a közvélemény mindig téved. Amit a legtöbb ember tud, az mindig hazugság. Ezért tudja a legtöbb ember. Hogyha nem így lenne, akkor azt mondhatnánk, hogy a társadalom jól informált. De hát tudjuk, hogy ez nem így van. Akkor miért is gondolja valaki, hogy bármi is abból, amit mindenki idézőjelbe tud, meg ismer, meg elismer, meg elfogad, igaz lenne. Próbálj megérteni mindenki ezért, tehát Minél hamarabb ezt a valóságot, és utána egyszerűbb lesz elfogadni azt. Ezt a világot nem lehet megváltoztatni, és azon nagyszerű az egészben, hogy nem is kell megváltoztatni. Csak rá kell ébredni arra, hogy minden hazugság, amit mi tudunk, tanulunk, amit hallottunk, láttunk, a valóságról. Mikor ezt megérti az ember, akkor egy teljesen új valóság, egy teljesen új világ tárul fel majd a számára. És ha minden jól alakul, és kitartóan kutat, akkor el fog jutni odáig, hogy igenis létezik egy teremtő akiről az úgynevezett Biblia beszél évezredek óta, és ő valóban azt szeretné, hogyha mindenki megtérne hozzá. De azzal is tisztában van, hogy csak kevesen fogják ezt megtenni. A többieknek pedig ott van a széles út, amelyen az ellenség úgy játszik ezzel a romlott világgal, mint egy templomi orgonán. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, hallújá, és shalom!